Az Európai Parlament zöld frakciójába készülnek a Lehet más a politika képviselőjelöltjei. Meszerics Tamás a párt listavezető politikusa, és Csiba Katalin a lista második helyén álló jelöltje Egerben ismertette az LMP európai parlamenti programját. Szorgalmazzák többi közt az egységes európai munkatörvénykönyv megalkotását és az energiafüggetlenség megteremtését. Csiba Katalin kiemelte, a megújuló energiák kihasználása akár 6 millió embernek is munkát biztosíthatna az Unióban. Meszerics Tamás a Lehet más a politika listavezető jelöltje, az átláthatóbb intézmény és támogatási rendszer megteremtését tartja az egyik legfontosabb uniós feladatnak. A kisebb vagy nagyobb Európa helyett mi jobb Európát szeretnénk. Ebbe beletartozik az európai intézmények reformja, amelyik egyik legkonkrétabb lépése az az európai ügyészség, amit minél hamarabb meg kell teremteni, hogy például az európai támogatások rendszerét folyamatosan ellenőrizni lehessen, és megszűnjön az a korrupció, ami e körül zajlik Európa szerte. Az LMP jelöltjei együttműködésekre, szövetségek kötésére készülnek az Európai Parlamentben. Szerintük a szabadságharcos típusú politizálás nem célra vezető.